Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, aktuális közügyek címmel. Öné a szó, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, Izraelt szeretném pozitív példaként az önök figyelmébe ajánlani most. No persze nem az államterrorját, a több ezer gyermekgyilkosságot önvédelemből, de hogy az ottani szabályozáshoz hasonlóan itthon is legyen nyilvános a parlamenti képviselők kettős állampolgársága. Ugyanis nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet az idegen állampolgárságnak már a megléte is bizonyos esetekben, de különösen akkor, ha az titkos. A Mi Hazánk régóta szorgalmazza sajnos egyedüli pártként, hogy a megfelelő transzparencia megteremtése érdekében az országgyűlési képviselőknek és családtagjaiknak az esetleges egyéb állampolgárságáról is nyilatkozniuk kelljen, hogy tisztán látható legyen, ki milyen kötöttségekkel rendelkezik, valamint ki épített ki magának egyfajta menekülő útvonalat, mondjuk egy afrikai banánköztársaságba, mint Simon Gábor volt államtitkár, az MSZP elnök helyettese, aki nem csak 240 millió forintos bécsi, akinek nem csak 240 millió forintos bécsi számláját találták meg, melyet vagyonnyilatkozatából persze kihagyott, hanem a széfjében további több 10 millió forint mellett egy közép-afrikai ország útlevelét is. Vannak frissebb lelepleződések, több politikus esetében is merültek fel ilyen gyanúk, például Márki-Zay Péterről is csak az előválasztási győzelme után miniszterelnök jelölté válását követően vált nyilvánossá, hogy kanadai állampolgársággal is rendelkezik. Azaz csak egy idegen állam alkotmányára esküdött föl, hiszen a magyar állampolgárságba beleszületett. Akár csak Cseh Katalin, aki szintén kettős állampolgár, hogy idegen érdekeket képvisel, azt persze láthatjuk. Eltitkolta önéletrajzából, vagyonnyilatkozatából svéd állampolgárságát a Momentum frakcióvezető helyettese Bedő Dávid, aki legutóbbi interpellációjában is Svédország érdekében szólalt fel, persze azt a nem mellékes indítatását ott sem említve. Hogy apja még Svédországban született, arról beszélt egyszer, valamikor, valahol, de állampolgárságáról nem. Bedő önéletrajzában nem tett említést kettős állampolgárságáról, csak hogy a Lauder Javne zsidó közösségi iskolába járt, illetve alapfokú svéd nyelvismeretét említi. Még Hajnal Miklós frakciótársa is úgy nyilatkozott, hogy hibát követett el Bedő Dávid az állampolgársága elhallgatásával. Igaz, Hajnal pedig közgazdásznak hazudta magát, noha nincs diplomája. Bedő Dávid volt az is, aki idén lebukott, hogy hónapokkal korábban titokban a Világbank képviselőjével tárgyalt egy washingtoni parkban, konspirált környezetben. Ezt a legolvasottabb jobboldali hírportál, a kuruc.info tárta fel, melyet Kövér László letiltott itt a parlamentben, mint egy állam az államban, kiskirálykodva bírósági hatósági döntés nélkül, míg a külföldről pénzelt balliberális ügynök médiumokkal nincs baja. Amerikai milliárdokból folytatott, tiltott pártfinanszírozást, pénzmosást, óriás plakát kampányt is a Momentum, amint azt feltártam néhány hónapja az Opten cégtár segítségével. Igen, amerikai milliárdoknak is köszönhetik a balliberális képviselők a mandátumukat, Bedő Dávidtól kezdve Jakab Péterig mindannyian. És amerikai állampolgársága is van a második kerületi momentumos alpolgármesternek is, Berg Dánielnek, de még ki tudja, hogy hány politikusnak. Továbbá nem csak Szabó Tímea esetében merült fel, hogy CIA ügynök, hanem Gyöngyösi Mártont is CIA ügynöknek nevezte a Jobbik utolsó, azóta persze kilépett 56-osa, Murányi Levente tavaly. Végül az izraeli joggyakorlatot szeretném felhozni most példaként, ott ugyanis nem csak hogy nyilvános a parlamenti képviselők más állampolgársága, hanem ilyen esetben dönteniük is kell, másik állampolgárságukról vagy a mandátumukról mondanak le. Így a pusztán nyilvánosságot szorgalmazó indítványom, hát már vállalhatatlanul mérsékelt számomra is, de abban bíztam, hogy egyfajta kompromisszumos javaslatként elfogadják. Hát mégis leszavazták. Minden más párt. Na most a Kárpát-medencei kühoni magyarság természetesen speciális érthető eset, bár a magyar országgyűlési képviselőknél ez esetben is nyilvánvalóan elvárható, hogy tudjunk az esetleges román, szerb és hasonló állampolgárságukról, esetükben nem lehet titok.
Törvényjavaslatomat azonban egyhangúan leszavazták az illetékes igazságügyi bizottságban, illetve Jakab Péter részt sem vett azon az ülésen, noha bizottsági tagként kötelessége lett volna. Szövetségeséről, Márki-Zay Péterről, tehát csak az előválasztási győzelme után vált nyilvánossá, hogy kanadai állampolgársággal is rendelkezik. Megtörténhet, hogy megválasztanak valakit akár kormányfővé, és aztán kiderül, hogy egy másik ország állampolgárát választották meg. Normális ez? Várom érdemi magyarázkodásokat, hogy miért söpörték le a Mi Hazánk mozgalom javaslatát nagy koalíciós összefogással. Köszönöm. Köszönöm szépen, Novák előtt képviselő, választási kormány nevében. Rétvári Bence, miniszterhelyettes államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Megtudtuk, hogy van olyan saját javaslat, amit még ő se támogat, mert túl enyhének tart, tisztelt képviselő. Ez azért a mai reggelnek egy novuma. Másrészt lóvnék mindenkit attól, hogy Gyöngyösi Márton léptein haladjon. Szerintem több szempontból is érdemes ezt elkerülni. Aki itt a parlamentben a zsidó képviselő, zsidó származású képviselők, politikusok listázásáról beszélt, és elképesztő, hogy a magyar baloldal ezt a politikust akarja szalonképessé tenni, vagy akár egy-egy nagyköveti vacsorán akarják úgy bemutatni, mint követendő példa, miközben itt a parlamentben nyilván vállalhatatlan kijelentéseket tett. Tisztelt képviselő, ön leszűkíteni az ország érdekei ellen dolgozó politikusok körét azokra ezzel a felszólásával, akik közjogilag is kötődnek más országhoz. Ugyanakkor ebben szerintem az egész baloldali ellenzék, az egész baloldali közösség közös felelősséget visel, hiszen minden baloldali politikus, akár kettős állampolgár, akár nem, akár más országban született, akár nem, akár volt más állampolgárság, akár nem, hogy teljes kampányukat arra alapozták, hogy külföldről kapnak ahhoz támogatást. Külföldről kapnak konkrétan pénzt, külföldről kapnak olyan fizetett médiahátteret, a dollármédiát, ami az ő üzeneteiket közvetíti, külföldről kaptak technikai támogatást, amikor SMS-eket küldözgettek különféle számokra, nem igazán veretes magyarsággal, és még nem tudhatjuk, hogy mennyi információ volt az, ami a hétköznapi ember számára nem megismerhető, de a baloldali politikusok a kampányukat azokra az információkra építették, amit esetleg külföldről kaptak valamilyen forrásból. Ezt sem tudhatjuk teljesen pontosan, hogy milyen forrásból. Tehát azoknak a politikusoknak a köre, akik veszélyeztetik a magyar szuverenitást, az sajnos jelen pillanatban, akik itt ülnek, sokkal szélesebb körű, mindenki részesebben. Mindegyik baloldali politikus elfogadta ezt a támogatást. Ugyanabban a kampányban voltak, ugyanazok a plakátok voltak, ugyanazok a szponzorok voltak, ugyanúgy aláírták jelképesen azt a szerződést, hogy ők külföldről pénzt kapnak, és talán külföldi érdeket szolgálnak. Ez egy sokkal szélesebb kör, és sokkal nagyobb botrány, amiről ön beszél, az más országban felmerülő dilemma, de itt Magyarországon egy sokkal élesebb helyzettel állunk szemben. És ráadásul úgy, hogy körülbelül egy bő fél év múlva európai parlamenti választások elé nézünk, önkormányzati választások elé nézünk, és ott abszolút nem mindegy, hogy egy európai parlamenti képviselő úgy gondolja, hogy Brüsszelbe azért jár, hogy ott megkapja az utasítást, és azt itthon képviseli, vagy itthon a választóitól megkapja az elvárást, és azt Brüsszelben képviseli. Hogy például akadályozza a pedagógusok béremelését, vagy elősegíti. Azon dolgozik, hogy álhíreket terjesszen Magyarországon és Brüsszelben, amivel akadályozza azt, hogy a pedagógusok béremelése megtörténjen, vagy pedig kimegy és elmondja, hogy igenis a magyar pedagógusok megérdemlik a magasabbért, és azért dolgozik, hogy ezt megkapják. A magyar baloldal sajnos ebben a fordított helyzetben van, nem Magyarországot képviseli, hanem más hatalmi központokat képvisel, és most már ez mindenki számára napnál világosabb lehet, hiszen ezek a titkosszolgált jelentések nyilvánosságra is kerülhettek, és mindenki láthatja, hogy külföldi pénzből külföldi érdeket szolgálnak a baloldali politikusok, és ez mindnyájukra igaz, és nem tudjuk, hogy pontosan mire készülnek jövői választáson, de azt látjuk, ami szerintem sokak számára meglepetés volt, hogy ez a támogatás, ez nem egy egyszeri támogatás volt, ami egyszer megérkezett a baloldali pártokhoz 4 milliárd forint guruló dollárokban, és ott volt és felhasználták a kampányban. Nyilván a Transzparencia nagy bajnok, amit Karácsony Gergely, hogy mosolyogtak az egészre, és mondták, hogy az emlékiratékban megírják, hogy volt náluk pont annyi font, meg pont annyi euró, és pont egymás utáni sorszámmal, pont gyűretlen bankjegyekben. Hát azok, akik azt mondják, hogy minden fillérrel el kell számolni, és elvileg az üvegzseb nagy harcosai, azok 500
100 milliós kampánytámogatások, hogy mosolyjal válaszolnak, hogy hát igen, ezt kaptuk. Ez óriási botrány képviselő, ha valaki kettős állampolgár, ha nem, hogy valaki külföldi pénzre egy kézlegyintéssel válaszol, igen, kaptam külföldről, majd 30 év múlva esetleg megírom egy emlékiratban. És így viselkedik az az ember, aki a baloldalnak a miniszterelnök jelöltje is volt, meg miniszterelnök jelölt jelöltje is volt, de aztán jött a villamos és mégsem lett miniszterelnök jelölt, tehát elképesztően felháborít, és a magyar emberekkel szemben iszonyatosan nagy tiszteletlenség, hogy semmibe veszik a magyar emberek véleményét. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve a magyar emberek véleménye nem számít nekik, mert ők nem innen várják a támogatást, ők attól várják, hogy a külföldi tulajdonú média az ő témáikat azt majd felerősíti, és az ő kampányokat a külföldről jövő pénz pedig úgy megtámogatja, hogy az erősebb legyen, mint a nemzeti pártoknak a kampánya. Ez a teljes figyelemben vétel a magyar választóknak, hogy olyan választási rendszert szeretnének, ami nincs is magyar választó, mert aki külföldről támogatást kap, pénzügyi, politikai, bármi egyebet, az legyen Magyarországon kormány, és aki külföldről nem kap, az ne legyen. Nekik a választó, a választás, az csak egy rendszerhiba, amit ők megpróbálnak kiküszöbölni, ez az igazi botrány a mai magyar baloldalon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Létvági Bence!